Az országnak az ásványkincse elsősorban a szürke állománya, ebből tud igazán meríteni, és erre tud építkezni. És ezt az Eötvös Loránd Tudományegyetem nagyon határozottan és hangsúlyozottan képviseli, és ezért fordít olyan fokozott figyelmet a hallgatói minőségre, és fordít határozott figyelmet a tehetséggondozásra és a tehetségmentésre. Ezt emelte ki Mezei Barna, az ELTE rektora a hallgatói közgyűlés megnyitóján. Az eseményen, amint egy 130 hallgatói képviselő mellett, részt vett Hende Csaba országgyűlési képviselő és Puskás Tivadar polgármester is. Országos hallgatói konferenciát második alkalommal rendezünk Szombathelyen, először 2010-ben volt, és ez lenne a második, és így egyben az ELTE keretében az első ilyen konferencia. Mindenekelőtt a Jövőkép programról tárgyaltak a hallgatók képviselői. Ennek célja, hogy a felsőoktatásban felhalmozódott problémákat, feszültségeket egyeztessék a hallgatókkal, és tolmácsolják a felvetéseket a kormányzat a felsőoktatási kerekasztal felé. Úgy látjuk, hogy az ösztöndíjreform szükségessége az, ami leginkább megjelenik a hallgatók részéről, de sok más a felsőoktatást érintő probléma is terítéken van. Ezeket fogjuk áttárgyalni, illetve a következő lépéseket. A hallgatói képviselők jutalmazásának irányelveiről is egyeztettek az országos konferencián. Szükségesnek látják ugyanis a hallgatói önkormányzatok megreformálását, a kifizetések átláthatóbbá tételét is. A cél az, hogy az elvégzett munkáért azzal arányos jutalmat kapjanak a diákok képviselői.